Én nekem a Megdesz volt az első nagy lépés, hogy elfogadjam a sokszínűséget. Lehet olyan az ember, amilyen. Tehát lehet hibázni, lehet tehetségesnek lenni, lehet próbálkozni, lehetünk sokfélék, megmosolyoghatjuk a másik másmilyenségét, de örülhetünk is neki. Tehát, hogy lehetek olyan, amilyen vagyok. És az Isten előtt őszintén lehetek olyan, amilyen vagyok. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos érték. Azt tanultam meg nagyon a Megdeszben, diákként is, munkatársként is, aztán a munkatársi csapat vezetőjeként is, hogy minél fentebb van az ember, annál inkább feladata, hogy az alatta lévők felé szolgáljon, és hogy végső soron mindenkinek az a feladata, hogy valahogy a diákokat segítse, mert hogy az a lényeg. Nagyon sok embert hívott el Isten az egyetemi szolgálatra, illetve nem nagyon sokat, de sokakat. És abban a Megdesz egy szín, aminek megvan a sajátossága ezzel a sok színűséggel, azzal, hogy valamennyire amatőr, mert nem profi misszionáriusok végzik a munkát, hanem diákok. Tehát, hogy az egyetemista fiatalság az a generáció, akik kreatívak, szeretnének valamit csinálni, teret akarnak, és ha van egy szervezet, ahol erre hely van, és lehetőség van, és bátorítják őket, hogy próbáld ki, akkor szárnyakat kapnak, és egy csomó kincs, amire ők képesek, azt meg tudják valósítani. Tehát, hogy zsigerileg valahogy az van bennem, hogy használják ki a lehetőséget, hogy itt lehet növekedni, és itt lehet próbálkozni, és örüljenek annak, hogy ezt megtehetik, hogy ezt együtt tehetik közösségben, mert ez egy olyan érték és olyan kincs, ami máshol nem annyira. Itt lehet, van mozgástér. Itt annyi mindent elbír ez a szervezet, tehát, hogy annyi bakit elvisel, és azért, mert lehet. Igen, a Megdesz ez egy olyan hely, ahol lehet. És ez egy nagyon nagy kincs. És akinek fontos ez, maga az egyetemi misszió és ez a megközelítés, az hogyha Megdesz támogatja, gyakorlatilag ezt támogatja.